Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit láthatunk a mai Cikádor magazinban. Zádor Jenőre emlékeztek Bátaszéken. Helymat tábort tartottak a művelődési házban. Terepjáró is segíti az önkéntes mentő alakulat munkáját. Főzőverseny is volt Bátaszéken a városnapján. Rövid zené és ünnepi műsorral köszöntötték Bátaszék híres szülöttének, Zádor Jenőnek a lányát. A zeneszerző még az 1930-as években vándorolt ki az Egyesült Államokba, és csinált világhírű zenei karriert. Lánya, aki harmadízben látogatott el édesapja szülővárosába, elmondta, hogy mindig meghatódik attól, hogy a mai napig emlékeznek és éltetik a városban a zeneszerző emlékét. A bátaszéki ifjúsági fúvózenekar tagjai különleges alkalom miatt ragadtak hangszert. Egykor a városban született és élt híres zeneszerző Zádor Jenő lánya látogatott el édesapja szülővárosába, és ebből az apropóból egy rövid ünnepi műsorral köszöntötte a zenekar és a polgármester az Egyesült Államokból érkező vendéget. 1990-ben jártam először a városban a gyerekeimmel. Meg szerettem volna mutatni nekik, hogy a nagyapjuk hol született és élt gyerekkorában. Megnéztük a templomot, akkor még nem volt emléktábla a művelődési ház falán sem, de mindannyiunkban gyönyörű élmény volt az itt lét. Zádor Jenő 1939-ben diszidált az Egyesült Államokba, ahol a Columbus Kristóf című operájával, majd több mint 120 film zenéjének hangszerelésével, illetve komponálásával vívta ki a hollywoodi filmipar egyik legtermékenyebb zeneszerzője címet. Sosem tért vissza szülővárosába, ezért is megható a lánya számára, hogy ennyi idő elteltével is megemlékeznek az édesapjáról. I'm just very overwhelmed with gratitude. Végtelenül hálás vagyok a városnak, a polgármesternek, a fiatal zenészeknek ezért. Az édesapám nagyon örülne, ha tudná, hogy ennyi év elteltével is így emlékeznek rá. Ez egy csodálatos élmény mindannyiunk számára. After so many years, Bozsolik Robert polgármester elmondta, hogy néhány héttel ezelőtt értesültek arról, hogy Zádor Jenő lánya Magyarországra látogat, így megragadták az alkalmat arra, hogy személyesen is köszönthessék. Zádor Jenő azon emberek közé tartozik, akik nagyon messzire elvitték Bátaszék jó hírét, hiszen a történelemből adódóan ő valójában a munkásságát már nem Magyarországon tudta kiteljesíteni, hanem az Egyesült Államokban, és Hollywood egyik legtermékenyebb zeneszerzőjének tekintik a mai napig is. Magyarországon a Hollywood tanács karolta föl gyakorlatilag azokat a Magyarországról elszármazott embereknek az emlékét és az emlékének az ápolását, akinek köszönhetjük egyáltalán, hogy mint egy 10 évvel ezelőtt ez a tábla itt a hátunk mögött felavatásra kerülhetett, és a mai napig a Hollywood tanácson keresztül tartjuk a kapcsolatot. 2012 óta minden évben megemlékeznek a városban a zeneszerzőről. A Keresztény Gyula Városi Könyvtár berkein belül igyekszünk egy olyan rendezvényt szervezni, ahol szeretnénk a minden korosztálynak elmondani azt, hogy ki is volt Zádor Jenő, hiszen az ő munkássága az Bátaszék számára is hírnevet hozott, ha szabad így fogalmazni. És hát büszkék vagyunk arra, hogy ő itt született, és hát jó néhány éven keresztül itt is élt Bátaszéken. Egy érdekes történetet mesélt el András is, illetve hát Zádor Jenő lánya is, hogy hát egyáltalán hogy került ő kapcsolatba a zenével. 6 éves korában nagyon-nagyon súlyos beteg volt, és az édesanyja azt ígérte neki, hogy ha ő meggyógyul, akkor kap egy zongorát. És gyakorlatilag hála jó Istennek meggyógyult, és ezzel indult Zádor Jenő zenei karrierje. Megtartotta első táborát a Heimat táncegyüttes. Ezúttal a legkisebbek tanulhattak német táncokat, amit a záronapon be is mutathattak szüleiknek.
De az egy héten át tartó foglalkozások alkalmával számos más élmény is várta a táborozókat. Szülőknek és nagyszülőknek tartottak bemutatót pénteken, a héten tanultakról azok a gyerekek, akik részt vettek a Heimat német nemzetiségi tánccsoport táborában. Idén harmadik alkalommal rendezték meg a legkisebbeknek az egyhetes foglalkozást. Az idén most már ugye 10 kispajtással voltunk együtt, vannak benne ovisok, és vannak benne első, második, harmadik osztályosok. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon ügyesek. Nagyon-nagyon jó volt velük a hét, én bízom benne, hogy ezt ők is így érzik, és nagyon-nagyon lelkesek. A tánc tanuláson kívül minden napra jutott valami más program is. Minden napra szerveztünk azért plusz programot, hétfőn kézműveskedtünk, kedden el voltunk a tájházba, ugye megnéztük a nációknak a szobáját, tehát mivel, hogy ugye német tánccsoport vagyunk, akkor azért a sváb oldalt is megnéztük, ugye a szép szobát, meg a konyhát, de természetesen a székely szobát is, a felvidék szobát is. Hát azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon élvezték a gyerekek, eddig legalábbis az összes ilyen kis plusz foglalkozást, akkor a szerdai napra terveztük, ha jól emlékszem, a Lerfádot ugye itt a városba megnézni a különféle kis helyszíneket. Na az valahogy most az idén így elmaradt, mert rettentő meleg van, és ugye pont a déli idő, ebéd után csináltuk eddig ezeket a portyázós mondjuk foglalkozásokat. Csütörtökön el voltunk a könyvtárba, ahol szintén meghallgattunk egy kis előadást, ugye az esőcseppről, kézműveskedtünk szintén, ilyen akvárium, a vízzel kapcsolatos dolog volt végül is, és akkor akváriumot készítettek a gyerekek, és hát a mai nap az meg úgymond egy kicsit talán a pihenő nap, mert rettentően nagy meleget fogtunk ki a héten, és azért úgy gondoltam, hogy akkor ma inkább többet játszunk. Természetesen ugyanúgy azért eltáncoltuk a táncainkat, nagyon ügyesek voltak, szóval azért 3 táncot úgy megtanulni a héten, hogy azt azért ilyen színpadi produkcióként elő is adjuk. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon ügyesek voltak. Hát bízom benne, hogy azt a szülők is így fogják majd látni, és akkor reméljük, hogy jönnek tovább a próbákra is, ugye, mert alapból a heti keddi próbánk, ugye, ami van a kis csoportnak, most azért az utóbbi időben csapódott hozzánk 3 kislány, meg egy kisfiú, és mi ennek nagyon-nagyon örülünk. A tábor azt a célt is szolgálja, hogy bővítsék a csoportot, és ezt évről évre sikerül is elérni. Egy 3-as testvérpár, 2 lány, meg egy kisfiú. Ott azért a lányok már voltak egy-egy próbán, ismerkedtek velünk. A Matyi is beugrott, mert végül is azért próbáltuk egy kicsit úgy, meg nagyon sokat hallott a tessóitól otthon, hogy nagyon jól érzik magukat, tetszik nekik, amit csinálnak. És végül is ő is eljött. Ő mondjuk a héten szerdától kapcsolódott be, mert hát ugye neki még biztos egy kicsit idegen volt a dolog, de nagyon jól érezte magát ő is. Azt mondta, hogy jön táncolni továbbra is. Próbáltam olyan táncot, ami természetesen a koruknak megfelelő, mivel hogy ugye nagyon vegyes a felhozatal, ugye a 4,5 évestől a 3. osztályosig, szóval azért úgy, hogy kivitelezhető legyen, természetesen életkori sajátosságokat figyelembe véve, de a táncoknál arra törekedtem, hogy a kárhorák félregyűjtésből, ami kimondottan azért inkább ezek a gyermektáncok, körjátékok, ami kicsit ugye a pici korosztálynak teljesen más
meg máshogy is kell hozzájuk nyúlni, mint mondjuk egy rutinosabb korcsoportnak, akik ugye már évek óta táncolnak. A nagyokkal is tervezünk július 18-ától 23-áig egy ilyen kis tánctábor. Akárhogy is próbáljuk, hogy nem az, de végül is az egy tánctábor. A picikkel holnap azért még elmegyünk egy ilyen meglepetés kirándulásra, amivel lezárjuk úgymond a hetet, és úgy gondolom, hogy megalapozzuk a jövőre nézve a kedvüket ahhoz, hogy igenis jöjjenek hozzánk, mert azt kell mondanom, hogy egy nagyon-nagyon jó kis közösség alakult így ki, és nagyon-nagyon támogatóak a szülők is. Szinte minden eszköz rendelkezésre áll a bátaszéki önkéntes mentőalakulatnak a veszélyhelyzetekben történő segítségnyújtásra. Az elmúlt héten újabb járművel gazdagodott az Egyesület eszközparkja, egy nagy teljesítményű Polaris terepjáró segíti majd a jövőben az önkéntesek mentési munkálatait. Új járműve bővült a bátaszéki önkéntes mentőcsoport eszközparkja. A napokban érkezett meg egy Polaris, azaz egy nagy teljesítményű terepjáró, amit az Egyesület vészhelyzet esetén különleges terepeken és helyzetekben tud majd hasznosítani. Az autót Budapesten az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műszaki bázisán vették át a csoport tagjai, és szállították le bátaszékre a tűzoltóság telephelyére. Földes, vizes árvízben, amikor térdig érő víz fölött vagyunk, ott átmenni egy sáros dagonyás területen, vagy pedig olyan hegyi utakon, ami járhatatlan autóval, ott el fogunk tudni vele menni, hiszen egy négykerékhajtású kapcsolatú difizáras egy fantasztikus gépjármű. Vezetéstechnikai tréningen a mentőcsoport tagjait, akik múltkor is részt vettek a képzésen, meg fogják kapni, aki B-s jogosítvánnyal rendelkezik, ugye jogosítványhoz kötött. Annak ellenére ragaszkodni fogunk a vezetéstechnikai tréningekhez, ezt igazgató úr is kért, és mi is ennek vagyunk a híve, csak az ülhet majd bele, aki egy megfelelő óraszámot már egy kialakított pályán ment, megfelelő szakmai felügyelet mellett. Érdekessége az, hogy magasan ülsz, nincs ajtó melletted, ebből kifolyog, ugye csak biztonsági használatával indul el, úgy van kialakítva, hogy becsatolás nélkül nem indul el, szélvédő nem véd meg téged semmitől, tehát egy kicsit észnél is kell lenni, ugye magasabban van a súlypontja, könnyebben billen, tehát ilyen éles, gyors kanyarokat nem lehet vele venni, ez kimondottan kőkemény terepre van kitalálva meg. A környezeti és energiahatékonysági operatív program uniós forrásának köszönhetően sikerült a járművet elnyernie a bátaszéki önkéntes mentőszervezetnek. Nagyon fontos az, hogy ezeknek az eszközöknek az üzemeltetése, a működtetése, az állagának a megóvása csak úgy lehetséges, ha egy olyan szervezet kapja ezeket, aki egyébként bír azokkal a funkciókkal és azon pénzeszközökkel, hogy ezek mind teljesíthetőek legyenek. Több éves program ez, tehát a KEHO program keretében, amelynél megvizsgáltuk egy településnek a veszélyeztetettségét, megnéztük, hogy milyen természeti erőhatások lehetnek, 10 évre visszamenőleg elemeztük ezeket a helyzeteket, a beavatkozásokat, és meghatároztuk azokat a súlypontokat, hogy hova kerüljenek a megyében ezek az eszközök. Nem az első ilyen eszköz, hiszen ennek a programnak köszönhetően a Magyarország kormány az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságon keresztül már támogatta a mentőszervezeteket 2 évvel ezelőtt is Tolna megyében, amikor is terepjáró gépjárművek érkeztek, Dunaföldvárra és ugyancsak Bátaszékre, egy Ford Ranger és egy Volkswagen Amarok, valamint a kisebb mentőszervezetekhez, például Döbrőközre, egy Polaris típusú motorkerékpár, amely ugyancsak az ottani, a Dombovár környéki beavatkozásokat hivatott segíteni. Több mint 4 szervezet az, akinek az együttműködése fogja majd működtetni. A bázisa az a bátaszéki polgárőrség lesz, hiszen a Cikádor mentőszervezetnek a személyi állományának javarészét ez az egyesület adja, de kiegészülnek a bátaszéki önkéntes tűzoltó egyesület tagjaival, az önkormányzati tűzoltó parancsnokságnak a tagjaival, és hát nyilván a háttérben felügyeletet gyakorlóként ott a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, amely a lobby tevékenységével, a szakmai iránymutatásával, a felügyeleti tevékenységével szerintem hozzá fog járulni, hogy az eseményekre megfelelő módon tudjunk fölkészülni. Ezeket az eseményeket ezzel a személyi állománnyal megfelelő módon lehessen kezelni, és az események elmúltával pedig ezeket az eszközöket, az eszközök állagának a megóvását végre tudják hajtani.
Én arra tettem esküt, hogy nyilván a lakosság védelmi érdekében mindent megteszek. Ennek az egyik része az, hogy a hivatásos személyi állományt biztosítsam Tolna megyében. Ennek a másik eszköz az, hogy a források rendelkezésre álljanak, létesítmények legyenek, technikai eszközök legyenek, és hát nyilván az ember mindig jobbat és többet szeretne. De a jelen meglévő eszközeinkkel garantálható a lakosságnak a biztonsága, ennek a 220 ezer embernek, és nagyon fontos az, hogy terveink vannak. Természetesen tovább lehet fejlődni. Az árvízi mentésben tudok még technikai eszközöket elképzelni, a kutatás mentésben tudok még eszközöket elképzelni, az irány megvan, és hát most már csak dolgoznunk kell érte, meglobbizni. Bozsolik Róbert polgármester szerint nagyon fontos, hogy minél több eszköz álljon rendelkezésre Bátaszék védelmének érdekében. Ezek az eszközök tényleg ahhoz járulnak hozzá, hogy azok az emberek, akik egyébként zömében a szabadidejüket áldozzák, hiszen önkéntesen vállalnak feladatot, adott esetben veszélyhelyzet vagy baleset ellenállításnál, hogy ezek az eszközök könnyítsék az ő munkájukat, és adott esetben gyorsabban tudjanak a bajba jutottak segítségére sietni. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó együttműködés van, hiszen Bátaszéken több olyan civil szervezet működik, akinek gyakorlatilag ez a feladata. A polgárőrség berkein belül jött létre a Cikádor mentőcsoport, önkormányzati tűzoltóságunk van, mellette pedig két civil szervezet önkéntes tűzoltó egyesületi formában működik, kimondottan bevetési szinten a Bátaszéki önkéntes tűzoltó egyesület, és hát utánpótlás szinten a Cikádor Főnix csapata is. Ezek a szervezetek nagyon fontosak a város életében, és ezeknek a szervezeteknek a működéséhez természetesen anyagi forrásokra van szükség. Így nagyon nagy öröm, hogy tábornokok közbenjárására újabb 7 millió forint támogatás érkezett az önkormányzati tűzoltósághoz, ezzel maximálisan biztosítva a 2022 évi működést, hiszen azok a tűzoltók, akik itt vannak, akár főállásban, akár önkéntesen, azért gyakorlatilag ebből a támogatásból egyrészt bérkiadásokat tudunk fedezni, másrészt azoknak az eszközöknek, amelyek például most is megérkeztek, ezeknek a működtetéséhez tudunk forrásokat biztosítani. Bár nagyon örül a mentőcsoport az új járműnek, mégis azt mondják, remélik a lehető legkevesebbet kell majd használni, mert ez azt jelenteni, hogy nincsen vészhelyzet, biztonságos az élet a városban. Bátaszéken a város napján mindenki megtalálhatta a számára legvonzóbb kikapcsolódást. Rendőrségi bemutató, légvár, koncertek kicsiknek és nagyoknak, süti verseny és lecsófőzés is várta az érdeklődőket. A kánikula ellenére strandolás helyett sokan választották inkább ezt a helyi programot. Bográcsban fő a lecsós szelet a nyárköszöntő ünnepségen. Július 2-án szombaton összegyűltek a bátaszékiek a piac téren, hogy a szokásoshoz híven együtt ünnepeljék meg a település a várossá avatásának évfordulóját. A gyerekeknek és a felnőtteknek is színes programokkal készültek a szervezők, még sütemény és lecsófőző versenyre is benevezhettek a vállalkozó kedvű lakosok. A Felvidéki Egyesület 15 fővel képviseltette magát a rendezvényen, és bár nagy volt a meleg, mégis a főzés mellett döntöttek. Felvidékieknél lecsós sertésszelet készül, amit a Tóth család jó voltából fogunk megkóstolni, tehát most már ez azt hiszem több év óta valahogy kialakult, lassan hagyománnyá vál, hogy Tóth Béla és kedves családja bevállalja az ilyen rendezvényekkor a főzés oroszlán részét. Most is így történt, tehát ők szerezték be a hozzávalókat, ők hozták a receptet, és ők készítik el a finom étket. Számos ételükkel már értünk elhelyezést, tehát nagyon szeretjük, amit főznek, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy főznek a csapatnak, és jó ízűen meg fogjuk enni, én biztos vagyok benne. Sokan nyaralnak, sokunknak más programja van, de azért a csapatnak a magja, illetve sok átfedés van itt a civil csoportok között. Van olyan táncoskánk, vagy táncos család, aki most éppen egy másik egyesület asztalánál ül, de az átjárás természetesen megvan, tehát itt is megkóstolják az étket a másik csapatnál is, illetve mi is barátként átmegyünk a többiekhez, és jól érezzük magunkat a nap folyamán. Kiírás az volt, hogy lecsós étel, bármilyen lecsós ételt készítsünk, és ezt ők találták ki. Azt mondták, hogy úgy konferáljam fel az ételt, hogy felvidéki András kedvence készül most, ugyanis Béláék felvidéki család, ugye ez köztudott, és az egyik fia András kedvenc étele. Tehát ez már le van tesztelve, kipróbálták,
és biztosak vagyunk benne, hogy a zsűrinek is el fogja nyerni a tetszését. Legalábbis bízunk benne. A Cikádor Főnix tagjai a süteményversenyre neveztek be. Almás rebarbarás pitét készítettek, aminek a tetejét a bátaszéki templom motívuma díszítette. Főzni most az idén nem főztünk, de sütni a feleségeink és a női tagok sütöttek, hát ez ugye nem a férfiak reszortja lenne. A főzés lenne itt a bográspörgetés, meg közben az indogálás az lenne a férfiak reszortja, de hát az idén elmarad, úgyhogy sütivel készültek. Nem teljesen a megmérettetése, de arra, hogy itt mi ezhegessünk bele, és akkor jött a lehetőség, hogy a süti verseny, ó, ez is finom, az is finom, akkor vigyünk bele, és akkor így bekerült, nem tudom, talán azt hiszem 4 süteményünk is, ami meglátjuk, hogy meddig jutunk bele. Igazándiból a Cikádor Főnix Egyesület, és az Egyesülethez tartozó egy kicsit szélesebb kör, szülők, mit tudom én, barátok, így jöttünk össze. Fogalmam sincs, hogy hányan vagyunk, nem tudom megmondani, mert jövünk, megyünk folyamatosan, kinek a gyereke erre, kinek a gyereke arra, libbentel, tehát van azért program, mert a bokártól kezdve, a lupikon keresztül, az édességig itt minden, ami gyerekeknek nyalánkság, ugye meg szemszájnak ingere, azt nézik. Mi inkább maradunk a pálinkás pohárnál. Az egész napos programon a gyerekeket gokártozás, légvár, rendőrségi bemutató, csillámtetoválás és koncert is várta, sőt a kánikulára való tekintettel még habpartival is meglepték az ifjúságot a szervezők, este pedig a Barbária együttes szolgáltatta a talpalávalót. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!